A rájátszásra megfelelően ráhangolva kezdett a fehérmezes Alba, amely Barnett vezérletével a harmadik percben már 12-0-ra vezetett, és egyértelműen jelezte, meg akarja védeni egész szezonon át tartó hazai veretlenségét. A Sopron csak ezután érkezett meg a meccsbe, de látszott nem fogta meg őket a fehérváriak viharos kezdése. Olyannyira, hogy az első negyed 9. percére megfordították az állást a légiósaikra építő vendégek. Innentől aztán vérbeli playoff csata zajlott, amelyben szünetig nem alakult ki döntő különbség, mert amikor kicsit el tudott húzni az Alba, volt válasza és meccsben maradt a Sopron. A harmadik negyed aztán, mint már oly sokszor ebben az idényben, nagyon jól sikerült a Fehérvárnak, hamar 10 fölé növelték előnyüket Vojvodáék, és a tempó, amit diktáltak, sok volt a Sopronnak. Az Alba 6 alapembere szállította a pontokat, és mire a negyedik negyed elkezdődött, már 16 ponttal járt előrébb Alejandro Zubiaga csapata. Az utolsó játékrészben volt, hogy már 20-szal vezetett az Alba, és bár tartalékolásra, a párharc további meccseire nem nagyon volt lehetőség, igazából izgalommentesen zajlottak a végjáték percei. Akárcsak a Sopron elleni alapszakasz meccseken ismét 100 fölé jutott az Alba, végül 105-86-os győzelemmel szerzett vezetést a negyeddöntős párharcban. Folytatás kedden este Sopronban, a harmadik meccset pedig pénteken rendezik Székesfehérváron.